Hangulatosan és hangosan indult a május 5-i vasárnapi reggel Korondon, hiszen a korondi fúvószenekar ébresztette a falu lakósait és az ott állomásozókat. De nem csak a reggel indult lendületesen, egész nap tartott a nyüzsgés, hiszen a Pál Lajos művelődési ház előtti téren sor került a 6. bogrács versenyre a helyi fúvósok és az önkéntes tűzoltók szervezésében. Ezt a bogrács versenyt 6. alkalommal sikerült megszerveznünk. Minden évben ez most már folyamatosan megrendező rendezvény. És szeretnék a jövőbe is, ha minden jól alakul, akkor megszervezni. Az idén nagyon örülünk, mert a szokásosnál több csapat jelentkezett. 13 csapat nevezett be a versenyre, eddig olyan 7-8-9 csapattal sikerült megszervezni. Az első bogrács versenyhez képest a mostanig elhaladva milyen fejlődésen ment át? Hát elmondhatjuk, hogy a korondi önkormányzat segítségével sikerül évről évre színvonalasabbá tenni ezt a rendezvényt, hiszen támogat. Az idén most a tavaly és az idén is sikerült már együtteseket felléptetnünk, és ennek nagyon örülünk, hiszen ez növeli a színvonalat. Most a Dream Flow fog fellépni, és utána lesz egy utcabál. Előtte voltak kulturális műsorok, táncosok, meg fúvószenekar lépett fel. Ha évről évre megszerveződik, akkor biztos nagy az érdeklődés is. Mennyire nagy az érdeklődés idén, és mennyire nagy az idéni érdeklődés az eddigi évekhez képest? Egyre többen jönnek, ez a tapasztalat? Igen, az a tapasztalatunk, hogyha tudunk együtteseket is hívni, hogy fellépjenek, akkor azok már eleve növelik az színvonalas, ahogy elmondtam, hogy több csapat jelentkezett be a bográs versenyre, évről évre több csapat jelentkezik, azok is már több embert mozgatnak meg. Milyen előkészületekkel jár egy ilyen rendezvény, és mennyire nehéz felkészülni egy ilyen teljes napnak a lebonyolításához? Hát igen, sok munkával jár, hiszen mi biztosítjuk a csapatoknak a sátrakat, meg a padokat, ezeket előre le kell beszélni, és akkor nekünk a szülők még nagyon sokat segítnek a felkészülésben és a bográsnak az előkészítésében és megfőzésében is. Az előkészületeket a helyi önkormányzat is támogatja, a vezetőség számára prioritást élveznek a közösség összekovácsoló kulturális eseményeknek teret adó, családokat, gyermekeket tömörítő rendezvények. Azzal a szándékkal volt első alkalommal megszervezve, hogy a korondi embereket, a korondi baráti kört, az egyesületeket egy kicsit megmozdítsuk, annak a tekintetében, hogy május 1-én a családok összejönnek, a baráti körökkel egy kicsit ünnepélyesebben tudjuk tenni. Hála jó Isten, hogy az első alkalommal nagyon jó sikeredett, és ez örökké maga után mondza, hogy ha már a tavaly megszerveztük, akkor kötelességünk, hogy a következő években is megszervezzük. Ez azt jelenti, hogy a 7 csapattal, amivel indultunk elsőben, már 14 csapat lett, hogy akkor van érdeklődése felől. Ezeket persze minden évben színesítjük kulturális műsorokkal, próbálnunk egy kicsit az ide látogató embereknek a kedvére járni, és a gyerekeknek a kedvére, sőt, jó Istenhez imádkozunk, hogy legyen jó idő, mert akkor azt jelenti, hogy ez a rendezvény sikeres. Valamilyen újítás van a tavalyi, illetve az eddigi évekhez képest, ami eddig nem volt jelen, aki eddig nem volt jelen, bármi? Az őszintesség az, hogy a szervezésben oroszlánc részt vállal a korondi fúvószenekar, a korondi önkéntes tűzoltó egyesületek, és ők megpróbálják minden esztendőben más-más programokkal színesíteni ezt a rendezvényt. Az önkormányzat megpróbálja az anyagi hátteret biztosítani, és azokat a feltételeket, hogy minél, mondom, hogy barátságosabb környezetben tudjon ez a rendezvény megszerveződni, és örvendek, hogy most már azt mondhatom, hogy nem csak korondi bográs főző versenyről beszélgetünk, hanem a sóvidéki bográs főző versenyről, hisz itt vannak a sóvidékről az önkéntes tűzoltó alakulatok, önkormányzatok, baráti társaságok, ami nagyon fontos a mi számunkra. Reggel 8 órakor kezdődött a verseny, a csapatok ekkor már nekikezdtek a finomabbnál finomabb bográcsok elkészítéséhez, amelyet a nap végén a szakmai zsűri díjazott. 4 zsűri tag lesz. Gyarmati Dezső, lesz Fábián Csaba, Balázs Hunor és Bence Zoltán. Milyen díjazásokat fognak kiosztani, mi alapján zsűrizik az ételeket? Nagyon hosszú listánk van a zsűrizésre. Itt fog szerepelni legjobb íz, állag, előkészület, hangulat,
legszervezettebb csapat, akkor külön díjazzuk a csapatmunkát, még sorolhatnám, de mindenek előtt fog lenni három összesített pontszámmal első, második és harmadik díj. És a díjazásban mit tudnak elnyerni, milyen díjazások lesznek? Lesz egy diplomájuk, meg egy kis bográcsos üstő, és lesz az első három díjazottnak egy-egy nagy üst a díj. A zsűri többféle szempontot díjaz, nyilván tehát hangulatot, kezdjük az előkészítéstől egész a tálalásig, ízvilágon keresztül hangulat, csapatmunka, ilyen dolgokat zsűriznek, meg pontoznak. 14 csapat szállt versenybe, a korondi offroad, a komáék, a korondi tűzoltók, az agyhai, a pálpataki, a farkaslaki, a parajdi, a felsősófalvi önkéntes tűzoltók csapatai, a székelykeresztúri fúvós zenekar csapata, a pálpataki bokorlevendula csapata, a korondi fúvósok, a szirtisas íjás sportklub, a fakanál csapata és a saskoma székelyudvarhelyi csapata. A benevezett formációk mind nagyon keményen dolgoztak azon, hogy a legfinomabb étkeket tegyék a zsűri elé. De természetesen nem minden esetben csak az eredmény a lényeg, hanem a közös munka. A főzőversenyre érkezőket emellett a jótékonyság vezérelte, nemes célra fordították a befolyt összeget. Milyen csapatuk van, honnan jött a csapatnév, illetve kik alkotják a csapatot? Ez korondiak vagyunk általában. Mi évről évre jótékonyságra szervezünk, ez a komáék csapata, úgy hívjuk. És mindenki valakivel komás. Ez a lényege az egésznek. És úgy indult az egész, hogy valaki, egy ismerősünk pont rá volt szorulva pénzre, hogy külföldön kellett a gyerekét kezeljék, és próbáltunk minden áron valami pénzt összegyűjteni, és itt is megpróbálkoztunk. Jó sikerült, és utána minden évben csináltunk egy hagyományt belőle, mindig keresünk valakit, aki rászorul. Mi a csapatuknak a különlegessége? Különlegesség az, hogy mi mindig jókedvűek vagyunk, ugye mivel, hogy komák vagyunk, ezért mindig egész évben megismételjük többször ezt a főzés, sütést együtt is, össze vagyunk szokva, viccelődés, csipkelődés, ez mindig megy, de azon kívül különlegesség az, hogy megpróbálunk egy kicsit helyi, korondi stílusba főzni és rendezkedni. Mit jelent a helyi korondi stílus? Hogy készül az étel? Milyen a díszítés? Mi a különlegesség, a sajátosság, ami korondra illő? Az idéni bográcsosunknak a neve az, hogy mindent belebogarács. Ez azt jelenti, hogy időseink, ahogy mikor mit kaptak a konyhába, azt szerint főztek. Most ezt egy picit gazdagabban csináltuk, ez igaz, de ugyanúgy megpróbáltunk régebbi alapanyagokat is belérakni, házi dolgokat, házi szalonna, stb. Zsírral, olajat egyáltalán nem használva, és minél természetesebb legyen az étel, ez a legfontosabb. Ebben több minden van, az idényi bográcsosunkban nem, inkább eladhatóvá próbáltuk csinálni, hogy szívesebben megegyék, fogyasszák az emberek, ne csak egy különlegesség legyen. Az volt a cél, hogy az első díjat vigyék el, hogy a legjobb bográcsos készüljön, vagy csak a részvétel a lényeg? Nekünk a minden évben a legeslegelső célunk, hogy abba az adománygyűjtő dobozba, amit nem szoktunk megszámolni, úgy átaladjuk a rászorulónak, abban minél több pénz gyűjjön. Ennyi. Ha valaki kérdi, hogy mennyi az ára a porciónak, mindig azt szoktuk mondani, hogy a minimum 20 le és attól fölfele. És a jó indulatú emberek általában megértik, hogy mi a célunk. A nagyhelyi tűzoltó csapattól jöttünk. Csapattársakkal hátam vagyunk, ja. Már az egész nincsen benne, de a jelenlévők. Mi a csapatnak a neve és mi a különlegessége, amiért beneveztek a versenybe? Mi a cél? Babgulyással neveztünk be, és jótékony célra használjuk fel, ha elfogy. Ha nem, akkor úgyis elfogy hónap. Eladásra is készítettek gulyást? Igen, igen. És milyen eddig a mai napnak a forgalma? Eddig a mai napnak a forgalma, meg vagyunk elégedve, elég jó. Úgy nézzük, hogy akik már vettek belőle, visszajönnek. Akkor jók a visszajelzések. Mi a cél a versenyt illetően, mert ugye ez egy verseny is. Megnyerni jöttek gulyással ezt a versenyt?
Hát nem is, hogy megnyerni, vagyis lehet, hogy jó lenne legalább a Bográcsa megnyerni, de nem is az a cél, hogy nyerni, hanem a részvétel. Hányadik alkalommal vesz részt a csapat itt Korondon a versenyen? Hát most már nem tudom, hogy megmondani, azt hiszem 4 vagy 5 alkalommal itt volt volna. Akkor jók az élmények és jók a visszajelzések, ha minden évben eljönnek. Minden évben eljön. Haradi önkéntes tűzdeutó alakulatnak a csapata vagyunk. 20 személlyel érkeztünk erre a versenyre. Először veszünk részt rajta. Mi a megszokott hagyományos babgolyásunkat felüstük meg. Nem hajtottunk nagy nyereményre. Az volt a cél, hogy csapat érezze jó magát. Legyünk együtt, töltsünk egy jó napot bajtársakkal, kollégákkal. Ez volt a hangsúly. Mi volt a motiváció, az indítatás, amiért beneveztek ma ide erre a versenyre? Tulajdonképpen a motiváció, hallottuk, hogy van egy jó tékonysági cél, egy bajtársunknak a betegsége, állítólag mindenki az adományát arrafelé irányítja. Hát nálunk nagyon sok adomány nem fog gyűni, mert nem főztünk olyan jajdán nagy mennyiséget, de bármi kicsi adomány egy nemes cél érdekében szerintem az jó dolog, úgyhogy itt amennyit sikerül eladni a főztünkbe, azt úgy terveztük, hogy Attilának a további kezelésére, a külföldi utókezelések, amik neki még vannak, arra számítsuk. Bármilyen kevés is legyen az az összeg, ez oda fog menni. Milyen előkészületek előzték meg a mai napot? Hogyan készültek fel a versenyre, a főzésre? Hát itt erősen nagy készület nem volt, mert olyan sokan vagyunk, hogy ennek előre nem kellett neki készülni, mert itt mindent reggel óta frissen készítettünk elő, babot, zöldséget, húst, mindent itt készítettünk előre, úgyhogy ez nagyobb előkészület, annyit, hogy a babot beasztattuk a tegnap este, annál egyéb előkészület semmi sem volt. Bár ez volt az első alkalom, de az élmények a tapasztalatok alapján jönnek még hasonló versenyekre, főzésre? Szerintem biztos, hogy jövünk már versenyszerűleg az első, de azért a Saufoldi Palacsinta Fesztiválon minden évben a kollégákkal főztünk, ugyancsak ezt ez a miénk a védjegyünk, ez a hagyományos babgulyás, mi ezt szoktuk főzni mindig. Mindig be van, mindig újra hívtak, hogy főzzünk, úgyhogy gondoltuk, hogy ezzel most is berobogunk, aztán lesz, hogy következik. Felsősófalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől vagyunk, 16 személy vesz részt önkéntes tűzoltó ezen a versenyen. Első alkalommal jelentünk meg ezen a Bogrács főzőversenyen. Milyen indítatásból jöttek el, ha most vannak itt először? Honnan hallottak, és miért jöttek el erre a versenyre? Meghívtak, ezelőtt már 2 hónappal tudtunk az eseményről. Meghívtak személyesen, hogy a Parajdi és Felsősófalvi Önkéntes Tűzoltósággal többi csapat mellett vegyünk mi is részt. Szívesen eleget tettünk a meghívásnak. Mi készült ma a fazekakba, és hogyan készült el? Beletettük szívünket, lelkünket, itt az egész csapat, mindenki hántotta a hagymát, a zöldségeket. Sertéspörkőt, disznópörkőt került ott az a üstbe. Mellette hagyományos puliszkát főztünk. Uborka savanyúságos, ki aki kért még kenyeret is mellette. Hogy telt a mai nap? Milyen volt a hangulat, és milyen volt az érdeklődés a résztvevők számáról? Eddig igen, nagyon jó telt, most már hangulat meg is látszik a kollégákon, mert ma a sörbórpálinka az folyik, hál' Istennek, jó, a hangulat az jó. Ment mindenki, ett belőlem, finom volt. Milyen eredményre számítanak így megelőzően a zsűritől? Mennyire voltak elragadtatva a kóstolás során? A zsűrik a kóstolás ideje alatt pozitívan reagáltak, nem tudom, sok csapat van. Puliszkát azt hiszem mi főztünk egyedül, úgyhogy reméljük az-e valamit üt alatba, úgyhogy hát ha valamit ér. Eladásra is kínáltak az elkészült? Persze,
Most is lehet venni úgy, mint a többi csapat, tányéronként 20 lejé adunk szívesen bárkinek, amíg a készlet tart. Csapatunk nem az a szirtisos, úgy, mint az IA Sportklub. Hát az IA Sportklubon belül a családtagok, klubtagoknak szülei, barátok, barátnék, akik képviselik a klubot. Tehát akkor kicsiktől nagyig mindenki jelen van. Egyes, kicsi gyermektől egészen felnőttig mindenki. Aki szeretett volna jönni az egész sportklubon belül, bárkit szívesen láttunk. Minél jobb a hangulat, minél nagyobb a korkülönbség változó, annál jobban kijön mindenki mindenkivel. Mi a különlegessége a gulyásotoknak, amelyet beneveztetek a versenyre? Hát a miénk, meg a gulyásnak különlegessége inkább az, hogy házi dologból készít minden. Házi volt a hús, házi az alapanyagok, és mindenki házi, a lényeg az, hogy inkább házi alapanyagokból próbáltuk elkészíteni. Milyen volt a csapatnak a hangulata, amíg előkészültetek? Ugye már délelőttől itt vagytok, és most délután van. Mennyire telt jól a mai nap, és van-e tervetek még jönni hasonló versenyekre? Hát a hangulat az miénk az örökké a legjobb. Mi úgy próbáljuk minél jobban telni mindenkinek, emlékezetes legyen, hogy jövőre is. Következő évben is minél többen lássunk, minél többen tudjuk eljönni, mindenki jól érezze magát. A nap során gyermekprogramok is voltak a legkisebbeknek és a családosoknak. A színpadon a szülők, barátok és a jelenlevők nagy örömére a Korondi Cserepes Néptánc csoport két együttese is színpadra állt. Anyák napjának ünnepén nem csak tudásukkal kápráztatták el a nagy érdeműt, hanem az életadókat is köszöntötték. A néptáncosok után a Korondi Ifjúsági Fúvós Zenekar mutatta meg tehetségét.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy községünkben a közösségi élet évről évre, mutatom hónapról hónapra, mindig összeül, fejlődik, és ilyen szép számban megjelennek itten Korondon. Külön tisztelettel köszöntöm a résztvevő csapatokat, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, szebbé és ünnepélyesebbé tették a mai rendezvényünket, annak a reményében, hogy a Jóisten, ha megsegít, jövőben újból találkozunk, akár itten Korondon, akár önálló odahaza a csapatoknál. Külön tisztelettel köszöntöm a zsűri tagjait, akik visszatérő barátaink, Gyarmati Dezső barátomat, Fábián Csabát, Balázs Attilát, Árpádot, Hunort és Bence Zsoltán barátomat. Most már lassan megtanulom a nevüket, és olyan rég visszajárnak Korondra, de ígérem, hogy ha Jóisten egészséget ad, innen fognak nyugdíjba menni is. Köszönjük szépen a munkátokat, köszönjük az értékeléseteket, amit majd a következő pillanatokban meg fogtok ejteni. És nem utolsó sorban köszönöm a korondi fúzenekarnak a szervezést. Azt hiszem, hogyha nincsen egy mozgató rugója ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésében, akármilyen szépet és jót álmodunk, az nem fog megvalósulni. Köszönöm szépen a fúzenekar minden egyes tagjainak, szüleinek, és nem utolsó sorban a támogatóknak, akik a mai rendezvényt támogatták bármilyen formában. Köszönöm Madarász István barátomnak, hogy felvállalta a mai szószólói tevékenységét. Nagy tisztelettel köszönjük a polgármester úrnak a hízelgő és kedves szavakat. Fizetségről szó se volt. Szerintem mindjárt, akik eljöttünk, jól laktunk, aki szomjas volt, az ivott, van, aki most is iszik, ital a kézbe. Kedves vendégek, úgy gondolom az összetartást, a szeretetet és egy közösség építését teli hassal és ittas fejjel sokkal könnyebb ápolni. Igyan a kedves vendégek, igyan a kedves hölgyek, urak, hisz az autók drágábbak, a nők szebbek lesznek. Viszont elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor el kell döntenünk, és még tiszta fejjel és higgadtan ki kell, hogy osztanunk az ajándékokat és díjakat, amelyeket igencsak megérdemeltek a csapatok. Kedves kollégák segítségével megpróbáljuk önöknek ezeket kiosztani. Megkérem szépen a csapatokat, hogy még mielőtt elkezdenénk, ezt nevezzenek ki maguk közül egy legrátermettebbet, aki majd kijön. Első díjunk nem más, mint az ital különlegesség, tehát a legkülönlegesebb ital díját fogja kapni az, ki megérdemli. Ez pedig, kedves zsűri tagjaink, egy pár gondolatot fűznek hozzá. Min is alapszik, min is múlott a döntés? Szervusztok! Mindenki nevében, zsűritagok nevében szeretném megköszönni ezt a kellemes napot mindannyiótoknak, mert mi csak elemeztünk, hogy a gyomrukat áldoztuk fel, ti pedig az időtöket, energiátokat, mindent, ami egyszer létezik. Többek között, vagy ha azért nyelte el ezt a különlegességet, az ital különlegességet, jó ismerősem, jó barátaim vannak ott, és tudom, hogy finomosztjuk a pálinkáit. Tehát nem, első kóstolás volt, hazai termelő, hazai főző. Köszönöm! És tehát, kedves vendégek, amely csapatnak a képviselője felek, hogy fáradjon színpadra, ez idéni Bogrács főzőverseny legkülönlegesebb elnézés itala, díját, agyha csapata fogja elvinni, hatalmas tapssal jutalmazzuk őket, és megkérem szépen a képviselőjét a csapatnak, hogy fáradjon fel, könnyekig hatódott, ha jól látom. A nap folyamán házigazdaként Madarász Istvánt hallhatták a rendezvényre látogatók. A korondi esemény utcabállal zárult, és természetesen ünnepléssel is, hiszen a zsűri díjazása szerint a legjobb bográcsot a korondi önkéntes tűzoltók csapata készítette. Azonban nem csak ez adta az okot az ünneplésre, hanem az, hogy minden benevezett alakulat nyertes volt a részvétel által, és segíteni, gyűjteni tudott a jótékony cél érdekében. Műsorunkat támogatta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Médiatanács támogatási programjának keretében.